Hát milyen érdekes, hiszen a Lesz Festen Hellebrand Enikő is ott volt, és most itt van velünk a stúdióban, egyébként pedig a műsor szerkesztője, Molnár Zsuzsanna, Zsanna pedig hát tulajdonképpen Hennával fog dolgozni. Ugye hát te webmester vagy, és mellette pedig fotózol, ez gyakorlatilag csak egy kis kiegészítő tevékenység. Enikő vállalta, hogy modellként most itt jelen lesz, és gondolom, hogy régóta vágysz egy henna tetoválásra is, nem? Egyébként igen, a tetoválással szemezgettem, hogy az majd egyszer talán, de akkor most lehet, hogy előbb a hennával fogok megpróbálkozni. Pont ezen gondolkodtam, hogy sokan úgy tekintenek a hennára, mint a tetoválás előszobájára. Tehát, hogyha van egy ilyen komoly elképzelésük, akkor úgy gondolják, hogyha magukra kerül valami, akkor azzal megbarátkoznak. Sokan például nyáron, nyaraláskor ilyen bevállalósak, és akár nagyobb mintát is magukra festetnek, és lehet, hogy pár hónappal később tényleg egy igazi tetoválás díszeleg majd rajtuk, vagy nem kell ezt a kettőt így összemosni? Hogy gondolod? Én azt mondom, hogy van igen olyan, aki azért jön, hogy szeretné kipróbálni. Ugye tetoválás azért egy kicsit más technikailag is, a hennának ugye más gyökerei vannak, de sokan szoktak jönni, hogy hoz egy mintát, és szeretném kipróbálni, hogy ez mégis úgy hogy nézne ki rajta, és akkor el tudja dönteni, hogy akkor ezt ő végleg szeretné a saját bőrén látni, viszont tetoválásként, de van, akinek tényleg maga a tradíció tetszik, maga ugye azok a fajta minták, amelyek Indiából jönnek, vagy Indiában gyökereznek, és ugye ezeket szokták amúgy legtöbben kérni. Ilyen gyönyörű alkotások vannak az indiai nők kezén, és hát ami tényleg érdekes, hogy akár több hétig is ott marad, ez nem azt jelenti, ugye, hogy nem kell mosakodni, tehát nyugodtan vald be, hogyha nem olyan gyakran zuhanyzol, de azt gondolom, hogy azért ezek ott maradnak a bőrön sok hétig. Igen, azt kell mondjam, hogy sajnos azok a paszták, amelyek itt kaphatóak, nem annyira tartósak, mint az az igazi ugye indiai paszta. Nemrég találkoztam konkrétan egy indiai hölgyel, akinek volt is ott esküvője, és ugye őt is ugye végig befestették a kezeit, lábait, és mondta, hogy ott igen, ott nagyon sokáig megmaradt, tehát akár 25 napig. Ezek a paszták, amik itt kaphatóak, ők ilyen egy-két hétig szoktak általában megmaradni. Na majd Enikőn teszteljük, hogy meddig bírja. Közben egyébként nyugodtan el is kezdheted, nem tudom, megbeszéltétek, hogy milyen minta kerül Enikőnek a kezére? Egyáltalán hová kerül? Mert lehet, hogy annyira bevállalós, hogy itt a combjait is felfedi. Ugye van különbség a tartóságban, hogy ugye hova festjük fel. Tehát ugye, hogyha kézre festjük, ott egy kicsit vastagabb a bőr, viszont ugye többször mosunk kezet, mosogatunk, több víz éri, tehát hamarabb le is kophat. Felkart kevésbé szokta ugye víz érni, ott egy kicsit tovább tud megmaradni, viszont ott egy picit vékonyabb a bőr. Igazából azt szoktam mondani, hogy mindenkinek ugye bőrtípusától függ, hogy mennyire tartós, vagy tényleg attól, hogy mondjuk mennyit jár strandolni, vagy milyen gyakran szokott kezet mosni, de elég sok mindentől függ. Na, és akkor megbeszéltétek, hogy a kezére kerül, ugye? Szerintem legyen a kezem, mert strandra nem járok, és mosogatni sem szoktam. Nem túl gyakran. Akkor most szerintem egy... Ezt egy kis... szemre készíted? Mert én azt hittem, hogy van valami stencil. Vannak, akik stencilezni szoktak, azt szoktam mondani, hogy de akkor hol marad az alkotónak a lelke. Uh-huh. Úgyhogy én szeretek szabad kézzel rajzolni. Olyan, mint hogy üvegfestékkel kezdte. Érzel valamit, Tenikő, vagy ez nyilván nem a tetoválás kategória, tehát nem fáj. Sőt, szerintem kifejezetten kellemes, ahogy a bőrödet csiklandozza ez a festék. Egyfajta ilyen kis meditációs tevékenységnek is betudható. Mi volt a legextrémebb mintázat, vagy a legnagyobb testfelület, amire te festettél már? Hát amit én nemrégiben kipróbáltam, dekoltázsra festettem. És hát az elég nehéz volt. De... igazából szeretem a kihívásokat, úgyhogy álltam elébe a dolognak, és
szeretnék még hasonlókat csinálni. Azt gondolom, hogy aki ügyes kezű, az akár önmaga is megpróbálkozhat, vagy bizonyos stencilek segítségével, hogy egy picit megbillented, Enikő, a kezed, akkor szerintem még jobban látják a nézők is, hogy mi készül itt. De gondolom, vannak olyan tanfolyamok, ahol el lehet ezt sajátítani. Itt Nyíregyházán is van rá lehetőség? Hát őszinte leszek, nem tudok róla. Én nem jártam tanfolyamra, tehát nekem tényleg onnan jött ez az egész dolog, hogy nekem nagyon tetszett, én szerettem csinálni, és akkor utána ugye többen mondták, hogy miért nem akarod ezt így felvenni vállalkozásba, és akkor, és akkor csinálni. És gondoltam, miért ne, meglátjuk, hogy mennyire tetszik az embereknek. Úgyhogy igazából így alakult ki ez a dolog. Hát a tehetség, ugye, az végül is utat tör magának. Most egy barna színű pasztával dolgozol. Szoktam látni nagyon színes ilyen különböző rajzokat is. Mi az, amit jobban szeretnek, vagy te mit szeretsz? Most ugye ez a tradicionális henna, ez a barna. Amik színesek, az nem henna, az testfesték szokott lenni. Vannak tartósabb testfestékek, és azok általában olyan 2-3 napig tartják meg a színüket, de ugye ez teljesen más. Ugye maga a henna, ugye a henna nevű növénynek a leveléből készül, és ugye különböző adalékanyagokat kell még hozzáadni, illóolaj, citrom, cukor, ilyesmi, és akkor abból készül el a paszta. Ezek teljesen bőrbarát anyagok, gondolom, tehát nem okoznak semmiféle bőrirritációt, nem. Vagy elváltozást, ilyesmi. Azt szoktam mondani, hogy ugye az alapja az teljesen természetes. Na most persze előfordulhat az, hogy valakinek valamilyen növényre esetleg van allergiája, de hennával kapcsolatban én nem hallottam még. Nem rezgesd a szemet, szerintem nem lesz semmi baj, nem dagad be majd a... Nem, hennával... Kezdek izgulni. Igen, mert amit ugye szoktak mondani, ez a fekete henna, ezt nagyon-nagyon sokszor hallom, és nagyon sokan kérik tőlem is, csak azt felejtik elmondani, akik ezzel foglalkoznak, hogy annak köze nincsen ehhez a tradicionális hennához. Tehát mondom, ez... természetes alapanyagokból készül. Mert hogy miért kérik ezt a fekete hennát? Mert hogy ugye sokkal látványosabb ez az egész dolog. És ugye fesztiválokon, strandokon sajnos vannak olyan illetők, akik ezt használják. Na most azért semmi természetes nincsen benne, és nagyon durva allergiás reakciót tud kiváltani. És ugye úgy vannak vele, hogy hát az illető úgysem megy vissza, akkor teljesen mindegy, de örül neki, jó, szép, sötét lesz a hennája. Nos, akkor ugye azt javaslott, hogyha valaki ilyet lát, és látja, hogy ezzel dolgozik a hennafestő, akkor lehetőleg ne kérje, vagy kérje a hagyományos hennát. Kérdezze meg. Közben kész lett a minta is. Csak egy nagyon gyors technikai kérdés, hogy ez meddig lesz rajta, és hogy lesz rajta? Ez most meg fog száradni, ez a réteg, ami rajta van. Egy ilyen sötét, fekete réteg lesz majd, és szépen lassan, ahogy telik az idő, le fog róla peregni. Hagy tehát majd nem maga... lesz ilyen domború? Nem. Egy ideig igazából, tehát egy óra múlva már úgy nagyjából száraz lesz. Ugye a felső réteg az lepereg róla, és egy ilyen nagyon halvány, narancssárgás színt fog hagyni majd maga után, és egy-két napon belül fog majd bebarnulni. Ugye itt van a különbség, ez a hagyományos henna, ez ami rajtam van, ez is egy henna. Ez viszont nem fekete henna, én sötétkéknek szoktam hívni. Ez meg ugye nem a henna leveléből készül, hanem ez egy másik fajta növénynek, egy bogyós növénynek a levéből készül. Tehát van, aki ezt esetleg összekeverheti a fekete hennával. Tehát én azt mondom, hogy aki sötét hennát szeretne, bizonyosodjon meg róla, hogy milyen alapanyagból készül. Amúgy még úgy is meg lehet különböztetni, hogy amikor festjük fel, akkor van egy jellegzetes illata mind a kettőnek.
Hát köszönjük szépen, Enikő, gratulálunk, gazdagabb lettél a mai műsornak és a saját kreativitásodnak is köszönhetően, Nomek Zsannának köszönjük szépen, szép nyarat, és reméljük, hogy sokakat boldoggá teszel majd ezekkel a motivumokkal.